Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyerekek, szeretettel köszöntök mindenkit a Szólam Kiskörösi Műiskolának a kecik tagozatának. Ez a karácsonyi hangverseny, és külön üdvözlöm Parka Zoltán igazgató helyettes urat, aki megtisztelt bennünket, és eljött erre a kis hangversenyre, és természetesen az iskolának az igazgatóját is, Berger József urat szeretném tisztelettel köszönteni, aki szintén voltam kedves, és eljött, hogy meghallgass ezt a kis műsort. Az iskolában közel 35-40 gyerek tanul zenét, és ilyenkor lehetőség kínálkozik arra, hogy advent alkalmával, karácsony alkalmával egy picit ugye az ünnepnek megfelelően olyan darabokat játszunk, hangulatot keltsünk, kicsit fölkészünk erre az adventi várakozásra, a karácsonyra, és egyben ugye hát ez egy jó alkalom arra, hogy gyerekek azért a fél éves teljesítményből megmutassanak valamit, a hangszerjátékukból, kicsit a kamarázásból, illetve a zongorával való játékból, és ez lesz a mai programunk. Hárman vagyunk, akik ezt a iskolát ilyen szempontból most tartjuk, tanítunk, vagy a papósoknál Zsiga Gyula tanár úr tanít, jó magam Tóri Tibor a körészós és a furulyásokat, illetve tűzében ülő tanárnő, aki a zongoristákat. Természetesen a műsorszámok is, illetve a produkciók is azok lesznek, hogy lesznek benne kúriások, lesznek benne rombitások, lesznek benne klarinétusok, lesznek benne zongoristák, és különböző más egyéb hangszer, telorkék is többet. Az első produkció, amit hallani fogunk, hát a hangulatnak megfelelően a kis karácsony, én két gyermeket fog fölkérni, Jánosi Teodórát és ugye Kismók Katit, hogy ketten kijönnek és zongorával együtt ezt el fog játszani. Katit is kérjük, hogy akkor jöjjön egy picit ide hozzánk, jó? És gyere Katika, kérni. Jó, tessék, akkor ki van rakva, tehát segítség is megoldanak, és akkor várjuk akkor a produkciót. Színpadra azért más, mint amikor otthon eljátszuk, és ugye többek között ennek a szereplésnek az is fontos, hogy megtanuljuk azt, hogy itt a színpadon hogy viselkedjünk, hát mondom színpadnak ezt a kis teret. Izgalmi állapotban mindig is mások. A következő műsorszám ugye hát a télhez, még azért havunk nincsen, de azért hullapályás gondolunk arra. János, hogy Timóteus úr, meg Timóteus kérem meg, hogy trombitán akkor ezt a hullapályást játsszol el akkor nekünk, jó? Timóteus, ügyesen gyere! Igen. Jó, tessék.
Köszönöm szépen, nézzük, jó? A következő aranyszárnyú angyal, Demény szerzeménye, és Gruber Noni és Gruber Balázs fogják tudni elzongorázni. Hogy ne legyen annyira meglepetés, és lássák is, hogy mi lesz, leveszem ezt az acskót erről a kosárról, mert ez nem a legszebb. Tehát a hangulatnak megfelelően, ugye itt le van a karácsony, ha vége lesz ennek hangversenynek, ugye természetesen a kosárba itt is találnak majd egy kis meglepetés számukra, úgyhogy majd ez lesz a jutalom a jó játékért. Folytatnánk tovább, és a Jánosi Timotost kérném még egyszer, hogy ide jön hozzánk kandidálni. Ő az old gyönyörű, szép kis karácsonyi dalt fogjátok eljátszani. Timóteus, parancsol. Gyere! Thank you.
szépen, kimutat, és fordítsuk meg a jelenszét, jó? Köszönjük szépen. Eszter Názi, Ádi Beres Stella, Szabó Dávid fog lagnétozni. Herceg Péter, és kérem, hogy akkor a segítségére legyen még, illetve kettek, hogy Benyó Bálint is el tudja játszani, mert tudják mind a kettőt szerintem játszani a kettőt együtt, akkor jó? Gyertek, oda látok, a kultúr látok, a tanárnéni, ide értek átni, félszemetek ott van, mert kamarászok. Thank you.
Ez így megint Benyú Bálintot kérdeim, vagy Csing Dübelzt kérem, hogy akkor egy Sztori Jánosra kérdezzelnek is. Csendes éj, egy klasszikus megint csak Grubertől, Pásztor Márton fog fólázni. Fólázik? Fólázik, ugye? Hol van Pásztor Márton? Itt van, jó. Thank you.
Kapni fog zongorázni, kis karácsonyt játszok. Thank you.
Csajkovszki, régi francia dal, a Farkas Patri tenoron játszik. Következik témafog tánca, Reksa Martin fog zongorázni. Thank you.
tegyük, hogy ott a Mozart dolog, ugye? És előadják Székely István és Tóth Kornél szakszofonon. Következik. Vannak akik ugye szerepeltek már hétvégén ezen az adventi műsoron, és hát van olyan, aki a szája szétre fett, és ember nem tud játszani, de azért egy trombita szám jön, és talán az, hogy a klasszikus, ugye megint csak a csendesét fogjuk hallgatni, és Tamasból Zsoltra. Ezt felhívnám a figyelmet a gyerekeknek, figyelmét arra, ha vége van ennek a hangversenynek, mindenkinek van lehet, hogy ide jön a zongorához, mindenki mértéke, hogy mindenkinek jusson, tehát ne egy ember vigyel, azért testvériesen, mert mégiscsak valami szinten azért azt mondom, hogy az zenészek azért összetartóak, tehát mindenkinek jusson majd, amikor lesz belőle. Jó? Akkor az utolsó számként Tamasko Zsolt, csendesét. Köszönjük, hogy itt voltatok.